Erőfényes szép napot, hölgyeim és uraim, szavasztok, Rázsi András vagyok, és ez pedig az Ehető Tudománynak az ötödik része. És ezúttal egy elég rendkívüli, rendhagyó helyszínről jelentkezünk még hozzá, Egerben a Liceum varázstornyából. És engedjétek meg, hogy bemutassam a két segítőmet, ezúttal dr. Vida József tanár úr, aki fizika tanár, és dr. Murányi Zoltán tanár úr, aki kémia tanár. És hát össze fogjuk mérni a két tudományt, hogy hogyan, azt majd rövidesen megtudjátok. A mai étel az egy nagyon egyszerű marhapörkölt lesz, amit készíteni fogunk, és hát mindenki tudja, hogy a marhahús nehezen fő, ehhez fogjuk majd segítségül hívni a tudományt, és azt is majdnem mindenki tudja, hogy úgy indul a marhapörkölt, hogy hagymát kell pucolni, és azt felaprítani, és azon, és én pedig most szemtelen leszek, és egyszerű kicsi tanársegédként kihasználom, hogy két professzorral fogom megtisztítatni a hagymát. Tanár úr! Tehát fölaprítódott, és akkor most következik az, hogy oda tesszük a zsírt, felhevítjük, és megpirítjuk rajta a hagymát. Elkészül így a pörkölt alap, és ezen a pörkölt alapon kéne megfőzni a marha húst, amihez viszont segítségül fogom hívni a fizikát és a kémiát. Megkérdeztem én a tanárurakat, hogy tudnak-e benne segíteni, és hát mind a ketten azt mondták, hogy igen, csak másképp. Hát tanár úr, mesélj már nekünk, hogy a fizika hogy puhítja meg gyorsabban nekünk azt a marhahúst. Ott van a feleségem, olyan 2,5-3 óra hossz alatt tudja elkészíteni a marha húsból a pörköltet. Én lerövidíteném ezt az időt, mégpedig egy konyhai ismert eszközzel, ez a pukta. A pukta úgy működik, hogy benne nagyobb hőmérsékletet és nyomáshoz hoz létre, mint a külső, tehát 100 Celsius-oknál magasabb hőmérsékleten fog benne főni a hús, és ez úgy érjük el, hogy a puttára ráillesztett záró edény fedővel lezárjuk, és odabent a telített gőzök nyomása elkezd növekedni, vagy olyan 117-118 fokon fog forni a benne levő vizes hús. Tehát közel 20 fokkal? Közel 20 fokkal, és közel olyan 1,5 bár nyomással. Ez előkészíti azt, hogy a hús nem csak magasabb hőmérsékleten for fel vagy fő meg, ami ugye gyorsítja az elkészülését, hanem ezen túl még a nagy nyomás hatására a húsnak a rostjaiba is be fognak hatolni a zsír és egyéb víz részek. Tehát akkor így ízesebb is lesz a pörkölt, azt állítod, hogy finom? Azt állítom, hogy nem fog elszállni az ízesen, hanem oda bent zárt térben marad. És a lényeges, hogy 45 perc alatt elkészül a pörkölt. Na, elkészült, illetve nem készültem, oda adtam a hagymát, én ilyenkor szoktam rádobni egy kicsi sót. Hol a só? Ajjaj. Nem hoztál sót? Nem. Nálam sincs. De szerencsére van egy vegyészem. Tudok csinálni. Csinálsz nekünk sót? Nálam szívesen csinálok. Jó, akkor mielőtt elmondok, hogy te hogyan puhítod meg a pörköltet, csinálnál nekem egy kis sót? Törtéslenül. Nagy sót is csinálom, de ahhoz viszont kell egy kis előkészület, és majd a fürtje alatt kell dolgoznunk, mert sajnos a sóval veszélyes anyagokból készül, úgyhogy egy kicsit át szeretném. Még egyszer, tehát a sóhoz veszélyes anyagokból készül? Abszolút, így van. Klórból és nátriumból. Igen, tehát sóhoz nátrium klorid, tehát én kénytelen leszek klort és nátriumot használni ahhoz, hogy sót csinálnak. Jó, akkor addig én kavarom a hagymámat, és neked jó szórakozást kívánok. Rendben. Nem bánod, akkor magadba hagyunk. Köszönöm szépen. Csak dolgozzunk ott. Előkészítem a nátriumot. Egy nagyon érdekes anyag, hiszen fém, de rendkívül puha, és késsel darabolható, mint ahogy a hagyma is. Andris egy kicsit ügyesebben csinálta, de azért talán ez is jó lesz. Bele teszünk egy darab nátriumot a nátriumos kémcsőbe,
Na, aki most Kémcsőnek az a jellegzetessége, hogy a Arya Lukas, és majd ezen itt fogom tudni meggyújtani a nátriumot. A másik anyag, ami kell hozzá, az a klór. A klór előállítását is egy háztartási anyaggal fogom végezni, hipóval. Megmutatom, hogy miért vannak veszélybe a takarítónéni háziasszonyok, hogyha hipóhoz sósavat tesznek. A hipó és a sósav reakciójában rendkívül mérgező gáz keletkezik, a klór. Be is kapcsoljuk a elszívást, hogy nehogy a marha pörköltbe menjen a klór. És akkor most következik még egy lépés, amikor meggyújtom a nátriumot, és már is készül a só. A nátrium könnyen és gyorsan megolva, majd egyszer csak megkullad, és akkor ha beletartom a klórba, akkor rendkívül heves sárga lánggal ég, és ott látjátok a Kémcsőnek a száján kiáramló fehér füstöt, az a nátrium klorid. Andris, gyere, légy szíves, és vegyél amennyi kell, és már teheted is a pörkölben. Jó, hogy nem tudom ezt kivenni, várj, esélyt se felkérlek. De a harcsokkal. Kapja be a harcsokkal. De csak úgy, ami elmegy belőle a tetején. Ja, ezt úgy, annyi só elég is az ételben. Oké. Okay. Nem túl egészséges a sok só, mint hogy is. Most, hogyha tényleg ezt raknád bele, mert nyilván a nézők kitalálták, hogy ez csak egy kis közjáték volt, hogyha tényleg ezt raknád bele, ártanék vele az ételnek, hát a kémikusok sosem kóstolják meg a laborban készített dolgokat, ez nálunk egy alapszabály, de természetesen kémiailag ez az anyag sokkal tisztább, mint amit külsóként például használunk és eszünk. Ami most a Kémcsőben maradt, ami a falán van, az a fehér, az teljesen tiszta nátrium karbonát. Ami az alján van, az még lehet, hogy nem reagált el teljesen. Azt is beletennénk, akkor abból egy kis nátriumhidroxid keletkezne, aminek hát van egy bizonyos hatása, amire majd még a szódai karbona kapcsán is vissza fogunk térni. Azt gondolom, hogy a hagyma az már szépen megbarnult. És hát ilyenkor van az, hogy félrehúzzuk, és teszünk rá egy kis piros paprikát. Ezt közben lekapcsolom, hogy ne csipogjon. Mondom, ne csipogjon. Na azért. Ezt gondolom, hogy én kihasználom az alkalmat, hogy van itt egy kémia tanár mellettem, és kérlek, meséld el nekem. Ezt szakáskoromban mindig mondták, hogy piros paprikát csak zsírra, csak zsíradékra teszünk, vízbe nem teszünk. Hát minden kezdő szakács elköveti azt a hibát, hogy mégis megpróbálja beleszórni a levesbe, és hát valóban csak ilyen piros pöttyök lesznek benne, így viszont nagyon szép piros lesz tőle az egész étel. Miért? Igen, hát ugye a különböző anyagok különböző módon és különböző mértékben oldódnak. Van egy alapvető szabály az oldódás területén, méghozzá az, hogy hasonlóban oldódik. A paprikának a színanyagai úgynevezett apoláris vegyületek, tehát ők apoláris oldószerben sokkal jobban oldódnak, mint polárisban. Értem. Azt már tanultuk régen, hogy a víz az a tipikus poláris oldószer. Ugye aztán értjük, hogy abban nem fog oldódni a paprika színanyaga. Aha. Viszont a zsír, az olaj, azok pedig apoláris anyagok. Ezekben nagyon szépen kioldódik a paprikának a színanyaga, és hát ilyen módon aztán gyönyörűen megszínezi az ételünket. Értem, hát ezt most meg is színeztek, közben megmutatom a kedves nézőknek, hogy tényleg gyere egy kicsit közelebb, nézzük nekem, milyen szép lett a zsír. Hát tehátok, kedves nézők, hogy szép piros zsírt csináltunk abból a kókat világosból. Most jön az a történet, hogy oda rakom a húst, és itt ez a pörkölt, ahogy ezt már Vida tanár úrral megbeszéltük, nagyjából olyan 3-4 óra hossza alatt főne meg.
Na most, hogyha rajtad múlik, akkor mennyi idő alatt fog megfőni, és te hogyan fogod ezt elérni, hogy ne kelljen olyan sokat várnunk, mert ami azt jelenti, én már kezdek egy picit éhesebb. Az alatt a 30 év alatt, amióta együtt dolgozunk, rájöttem, hogy Vida tanár úrral nagyon érdemes versenyezni. Tehát én semmiképpen nem állítom azt, hogy 3-4 óra alatt kész lesz az én pörköltem. De van egy módszer arra, hogy puhábbá tegyük a húst. Na, tehát nem is egy módszer van rá, hanem elég sok módszer van rá. Arról van szó, hogy valamilyen módon át kell alakítani a húsz szerkezetét. Hát tulajdonképpen az a szívű főzésnek. Hát ja. De nem mindegy, hogy a főzés során hogyan alakul át a húsz szerkezete. Például a kötőszövet lebontása az nagyban segít abban, hogy egy sokkal puhább, sokkal kellemesebb állagú hús legyen. Ezt szokták csinálni valamilyen enzim segítségével. Érdekes, hogy a húsban is vannak olyan enzimek, amelyek ezt megteszik. Csak ők a hűtőben nem nagyon működnek olyan alacsony hőmérsékleten, tehát ott hiába várjuk, hogy a hús magától puhuljon. Egy kicsit magasabb hőmérsékleten tároljuk őket, például felaggatjuk a bőrében, ezt elsősorban vadaknál szokták csinálni, akkor ott egy ilyen enzimatikus folyamat játszódik le. Értem, de nagyon rendes a vadaktól, hogy megfőzik saját magukat, átoljuk, nem biztos, hogy megkóstolnám ezt így. Vagy pedig vannak olyan növények, amelyek hasonló hatású enzimeket tartalmaznak, például az ananász. Tehát érdemes kipróbálni, nyilván nem a marha pörkölt el, de ha ananász lébe beáztatunk egy húst, annak is sokkal kellemesebb, puhább finomabb. Amiről most akarunk beszélni, tehát amikor már itt tart a pörkölt, akkor egyetlen egy dolgot tudunk csinálni, és ez az egyetlen egy dolog viszont a szódabikarbóna. Ide ki is van ő készítve ebbe a kis pohárkába, de megmutatom ennek a kémiás változatát is. Ez a nátrium-hidrogén karbonát a háztartásnak az egyik legtöbbet használt anyaga tulajdonképpen, és a húsra olyan hatással van, hogy ez a szódabikarbóna, ez ha oldódik vízben, akkor lúgos kémhatású oldat keletkezik. Igen. És tulajdonképpen az történik, hogy ahogy bedifundál a húsnak a szerkezetébe, a húsban lévő savakat semlegesíti, megnöveli a hús felületének, illetve addig a szerkezetének a pH-ját, ameddig bejutott a hús szerkezetébe. És hát ez mondjuk egy PHD védésen így biztos nem fogadnák el, de talán, hát úgy, hogy értsék a kedves nézők, talán megelégszünk annyival, hogy ennek hatására a fehérjék, ugye ők a hő hatására, a melegítés hatására kicsapódnak. Igen. És hogyha ez lúgosabb közegben történik, akkor nem tapadnak úgy össze. Ez idézi azt kellő, hogy egy sokkal lazább, szerkezetű, puhább hús kapunk eredményre a szódabikarbonás kezelés során. Igen. Amúgy én ezt már próbáltam, és tényleg megpuhítja a szódabikarbona, és már évek óta, tényleg, ezt most nagyon őszintén mondom, nézzük, évek óta gyötör a dolog, és elkerestem mindenhol interneten. Hát végig itt volt a megoldás a szomszéd folyosón, de az nem jutott eszembe, hogy megkérdezzek egy vegyészt. Na, kell, az a lényeg. Tanárulak, akkor a következőt javaslom, hogy itt most már ezt a pörköltet, azt megmutatom a kedves nézőknek is, hogy már félig elkészült. Hát félig nem. Hát, elő van készítve, igen. És akkor most jön az a történet, hogy a felét azt áttesszük a kuptafazékba, a másik felét azt benne hagyjuk, és adunk hozzá szódabikarbónát, és 3-4 óra múlva meglátjuk, hogy milyen az eredmény. Elő kell készíteni a húst. Ahogy itt már megtörtént a hormónak a csírodaló megpirítása, a fűszereknek a belerakása, és ez így megtörtént, utána még mi szoktunk hozzáönteni egy kis vizet. Ehhez langyos vagy akár meleg vizet is tölthetünk. Hadd mondjam el, hogy én előkészültem már egy kb. Megfelelő mennyiségű vizet üvegpohárba, főzőpohárba betöltöttem, és ezt rátettem az indukciós főzőlapra. Vártam, hogy fölmelegedjen a víz, tehát ez teljesen hideg maradt. Azért, mert az indukciós főzőlap az nem úgy működik. Az indukciós főzőlaphoz ez az újfajta kuka alkalmas, a kukának az alsó része az ferromágneses anyagból készült, az indukciós főzőlap meg úgy működik, hogy odabent, ami nem látszik, egy nagy résztekercs van, ez a résztekercs váltakozó áramot
termel, változó frekvenciával működik, és a kuptal alsó részében, tehát a kuptal fenekében áramot indít el. Tehát az üvegben nem melegszik a víz, de az üvegben nem keletkezhet áram. De ha a termomágneses anyagot ráhelyezem, akkor abba nagy áramok indulnak el, és csak a kuptának, vagy ha nem kuptában egy másféle lényeg, ahogy a uránia tanárunk csinálja, olyan alja van, amiben megindulhatnak az áramok, és csak az edénynek az alja melegszik. Ezt ne felejtsük el, százalékosan, ha meg kellene határozni, mondhatjuk, hogy az indukciós főzőlapon történő főzésnél 80%-os a hatásfok. Tehát 80%-os az egész energia, amit a főzésre fordítódik, annak 80%-a magának az ételnek az elkészítésére fordítódik. Igen, de bocsáss, hogy félreszakítanak, csak hogy gondolom, az fölteszik angol a kérdést, a kedves nézők, hogy és a többi az milyen hatás? Például a gáztűzhely az... A gáztűzhely a 30%-os. 30%? Igen. És akkor a 70%-os... A többi az elszáll. És akkor mi rendben? Melegíti az edényt, melegíti a levegőt. Tehát nagy a energiának a tűnése más irányba. A gőzmozdonynak ennyi hatásokkal, ez nem szokott ennyire. A gőzmozdony úgy tudom 8%. Tehát akkor az indukciós főzőlap az annyira jó. Az indukciós főzőlap, igen. Ez bátran kijelent. 8 mozdony lehet egymás. 8 mozdony. Jó. Igen. Nem tudom, hogy van-e benne minden fűszer. Szoktam vele borsot is tenni. Nagyon jó, hogy szóba hoztad, akkor ha miután ezt lezártuk, akkor ez már nem nyúlhatunk egyáltalán. Tehát akkor parancsolj, itt van egy kis bors. Benne van. Minden benne van. Akkor egy kicsit elkeveredik. Úgyis elkeveredik. Azért legyünk precízek. Akárcsak nagyon szeretünk kavarni. Lezárjuk a kuptát. Ez légmentesen zárnódik. Illetve van rajta egy biztonsági szerep, kuptát nagyon sokan azért nem szeretik, mert azt mondják, hogy veszélyes. Majd látni fogjuk, hogy itt is, amikor elkezd benne főni az étel, a gőz áramlik kifele ezen a biztonsági szerepen. Az ilyen, hogy mondjam, félős, akik ijedősek, azok ezért nem szeretnek kuptával főzni. Amikor megindult a gőznek a kiáramlása, most a legnagyobb fokozaton indítom el, attól kezdve leveszem pianóra, és egész kis, hogy mondjam, kis fokozattal melegítem tovább, majd körülbelül a 45 perc eltelte után bátran kinyithatom azt, hogy hogy kell kinyitni biztonságosan, erről a későbbiekben majd szólunk. Most ráérek, van 45 percen, előveszem a fizikai személynek a legújabb számát, és addig ezt áttanulmányozgatom. Ti meg csak főzőtessetek, jó? Adom neked a szódabikarból, át megkérlek, hogy kezeld te. Én meg... Hát körülbelül ennyit szoktam beletenni. Jó. Érdemes megnézni, hogy elkezdett kicsit hevesebben forni az étel. Ezt minek tudod be? A szódabikarbónak most találkozott a savval, ami a hús, nyilván ez egy savas közeg, és hát most lépen reakcióra a sav és a hú. Így van, és ebből széndioxid gáz fejlődik, ezt majd mindjárt modellezzük is egy pici kis kísérletbe. Jó. Csak még azt elmondom, hogy ha nem akartuk volna ezt a párhuzamot megcsinálni, hogy széttesszük egyik fejét, így kezeljük, másik fejét úgy kezeljük, hogy jobban örültem volna annak, hogyha a főzés elkezdése előtt szódabikarbonázzuk meg a húst. Igen, és miért? Azért, mert akkor, amikor ezt a hatást kifejtette, akkor le lehet öblíteni, el lehet távolítani ezt a csomó nátriumot, ami így belekerült. Ugye a szódabikarbona nátriumhidrogénkarbonát, és amikor hozzátesszük, akkor az majdnem olyan, mintha sóznánk. Értem. Éppen amikor sót csináltam, akkor mondtam, hogy szívesen megcsinálom, viszont nagyon kevés sóval szeretek én főzni legalábbis. Aha. És a mai táplálkozás tudomány is azt tartja, hogy a sok nátrium az nem egészséges a szervezet számára. Különösen akkor nem, hogyha a kálium-nátrium arány felborul.
Ezért például tengeri sót láttam, azt használtál, hogy kicséret célszerű használni, mert abban benne van a kálium is, kálium-klorid, nátrium-klorid keveréke, míg a bányászott só az kimondottan csak nátrium-klorid, tehát sokkal több nátriumot viszünk be, és sokkal rosszabb a kálium-nátrium aránya a meditás során. Én azt ígértem, akkor... hogy megnézzük, hogy pezseg, meg miért pezseg. Igen. Használhatom akkor tovább? Természetesen, én most már ez csak, minden a tűnyetek. Lássuk, hogy ugyanarról van szó. Szórok egy kis szódabikarbonát a pohárba, és előkészítettem ide magamnak egy másik olyan anyagot, ami a konyhában gyakran található, ez a citromsav. Ebből is szórunk egy adagot, ugye a kémikust meg a jó szakácsot az jelenti, hogy mindig minden pontosan kimér. Igen, de láttam, hogy nagyon precíz voltál. Helyes. Helyes, és hát felhívnám a figyelmet arra, hogy ez a két anyag egymással az ég egy adta világon semmit nem csinál. Viszont, hogyha veszük a vizes kannát és rá öntjük a vizet, akkor gyönyörű szépen elkezd pezsegni. Tulajdonképpen most azt is modellezzük, hogy hogyan reagál egymással szódabikarbóna és sav. Széndioxid fejlődés közben, ugye apró picikek is folyadékcseppeket visz magával, azt érezheted a tenyereden, meg ha ebből most innánk, akkor a szemünk is tele menne vele. És azt is megmutatjuk, hogy egy másik a hétköznapokból jól ismert anyag, a pezsgő tabletta hogyan működik. A pezsgő tablettában is szódabikarbóna és citromsav van összefasszilázva, és akkor, amikor az vízbe kerül, akkor feloldódnak és reagálnak egymással. Azt a fejet, és akkor úgy teszik mellé a különböző nyomelemeket, ami így vitamint van. Vagy... Igen, ízesítő anyagokat, nyomelemeket, vitaminokat, és akkor azok is bekerülnek a vizes oldalba. Persze azok, amelyek vízben oldódnak, ilyen vitamint nem tudunk így bevinni szervezetünkbe például, de a vízben oldódókat, C-vitamin, B-vitaminokat, minden további nélkül, illetve a nagyon fontos nyomelemeket. Amíg készül a pörkölt, addig előkészítjük a desszertet a pörkölt utánra. Én nyalókát hoztam, vagy hozok létre, nyalókát készítek. Úgy gondoltam, hogy sok a gyerek a házban, és szívesen elnyalogatnák akármelyik ízű nyalókát. Ezt ugye a boltba szoktuk megvásárolni, de azért, ha pörköltet tudunk otthon csinálni, akkor én azt mondom, hogy nyalókát is próbáljunk. A nyalóka készítéséhez kell egy kereskedelemben is kapható műanyag készlet. Ebbe fogjuk beletölteni a nyalókának az anyagát, amely lehet egy valamilyen ízesítésű szörp, mondjuk egy káposzta, vagy egy megy, és kell hozzá egy erősebb, mondhatom cukrosabb, mert a nyalókát általában azért is szeretjük, mert az egy édes készítmény, ezért hoztam hozzá alma, meg egyéb cukros leveket. Na de hogyan készül el a nyalóka? Ezek csak azok az eszközök voltak, anyagok, amik kellenek hozzá. A nyalókát le kell fagyasztani, ehhez jó hidegre le kell majd hűteni, ehhez én folyékony nitrogént fogok használni. Ebbe a tartályba folyékony nitrogént találhatunk. Ennek a hőmérséklete mínusz 196 Celsius fok. Ebben nagyon gyorsan és viszonylag hamar el fog készülni a nyalóka. A gyári nyalókát az nem feltétlenül kell ilyen alacsony hőmérsékletre lehűteni. Ne felejtsük el, hogy ennek a folyékony nitrogénnek az előállítása és a gyors párolgása is, mondhatnám, hogy egy eléggé gazdaságtalan anyag. Megtelt a termosz. A termoszba zugokba forr a nitrogén. A nitrogént egy olyan kis tartályba fogom kiönteni, amely jó hőszigetelő. Ez a habosított polisztirol. És ebbe fogom majd betenni a nyalókának a kis tartályát, amiben elő kell készítenem a nyalóka anyagát. A pohárba
fogom először beönteni. Most készítek egy nevezett káposzta nyalókát. Nem kell mindig a nagyon ízletes, édes leveket készítenünk. Ebbe egy szirupot töltök, körülbelül fele-fele arányba készítettem el. Öntöttem hozzá, összekavergetem, és akkor az egyik tartályt feltöltöm ezzel a szirupos lével. Teljesen feltöltöttem. A nyalókának majd ez lesz a fogója, nem fából, hanem műanyagból készül, és ezt beleteszem a folyékony nitrogénbe. De hát csináljunk egy másik féle anyagú nyalókát is. Legyen ez megyből, maradt egy kis káposztalé, de az legalább vegyes nyalóka is fogadni, és egy alma szirupot töltök hozzá, ugyanolyan arányban, fele-fele, mint korábban, összekevergatom, és fogom a másik tartályocskát, és ezt meg ezzel töltöm fel. Beleteszem a nyalóka szárát, a fogóját, és ebbe egyelőre több tartály nem fér be. Arra kell törekednem, hogy a nitrogénnel mindig a kis fehér polisztirol tartály ez tele legyen, hogy lehetőleg a nyalóka tartálya az amennyire lehet megüljön bele a nitrogénbe. Most hát én ezzel beledugnám az ujjamat, akkor az akkor nagyon csúnya fagyás és érüléseket szenvedni. Kifagyjuk a mentőket, igen. Igen. És hogyha ráönteném a kezemre ezt a folyékonyt? Az semmi nem történik. Ne viccelj! Ráöntött tényleg? Ráöntöm, de megmutatom neked először magamon, hogy ráöntöm és semmi. Még annyira se érzem hideget, mint ha hógolyóznék. Ez ki kell próbálnod? Ki kell próbálnod. De miért? Ez azért van, mert maga a folyadék, a mínusz 196 fokos nitrogén nem érintkezik a bőrömmel, mert olyan hevesen for, hogy a gőzein fut le, mint légpárnán a folyadék, a gőzök pedig nagyon jó hőszigetelő képességűek. De érdekes. Nem így keltem fel, hogy ma reggel ilyen mínusz 196 fokos levet fognak ráönteni a kezembe. Természetesen a nyalókát ezen a hőmérsékleten nem fogjuk megkóstolni, hanem meg fogjuk várni, amíg olyan 5-6 Celsius, mínusz 5-6 Celsius fokra fölmelegszik, és utána lehet majd kipróbálni. Elkészült a nyalóka, ez a káposztából készült. Nagyon kellemes íze van. A szőr ízesítette így meg, szerintem ez pedig a másik, ennek beletört a kis fele, hát ott a kiolvasztásnál problémát lépte fel. De nézzük a káposztanyalikat, teljesen jól sikerült. Azért elmondanám, hogy otthon nem feltétlenül kell folyékony nitrogénnel kísérletezni. Ugyanis azt nem lehet feltétlenül, hogy leszerezni. De a hűtő szekrénynek, illetve a mély hűtőbe is elkészíthető. Az, hogy ki milyen tartályba tölti ki, milyen nyelet készít a nyalókának, milyen keverési arányt hoz létre, azt mindenkinek a kreativitására bízunk. Azt szeretném megmutatni, hogy ez is egyfajta húspirítási eljárás. A fagyasztással azért a húsnak a rossz szerkezete módosul, és egy fagyasztóból kivett húst azért könnyebb bizonyos szempontból elkészíteni. Úgyhogy most a tanár úrtól örökölt folyékony nitrogénnel egy egészen hangyányit megfagyasztjuk ezt a marhahúst. Hát szegény marha, azt nem érte meg, hogy így hibernáljuk, de hibernálni is így szokás, tehát ez a folyékony nitrogén az a hőmérséklet, amin hibernálják a
élő szervezeteket. Állítólag törpeharcsákkal próbálták, én nem próbáltam ki, mert én azért állatvédő vagyok, de hogy nagyjából a fele visszaéled a folyékony nitrogénben hagyott törpeharcsáknak. Igen? Uh-huh. Hogy majd egyszer, amikor úgyis azt sitszakról próbált ki. Nem fogom kipróbálni szerintem. Érdekes megfigyelni, hogy hogy lefagyott. Érdekes megfigyelni, hogy egészen más lett a húsnak a színe, egészen kivilágosodott a gyönyörű vörös marha húsunk, és hát ezen a hőmérsékleten meglehetősen, hogy is fogalmazzak csak, hát elveszítette azt a bizonyos puhaságát, amit eddig kerestünk. Igen. Ne nagyon simogasd, mert igen, nagyon, igen. Nagyon hideg. Így azt hiszem jól érzékelhetem azt, hogy milyen, mennyire keményre fagyott ez a hús. Most én is megkérlek, hogy segíts nekem. Puhíts meg a húst. Csapjak? Csapjál. Darált hús. Milyen egyéb szándékaid vannak még? Mert úgy látom, hogy valamit még forgatsz a fejedbe. Még valamit forgatok a fejembe, és hamarosan azt is elmondom, hogy mit. Csak előbb elmondom, hogy én azért imádom a főzős műsorokat, mert annyira esztétikusan kikészítik a dolgokat, amiből főzni fognak. Igen. Én most ezeket készítettem ide, megkérdezlek, hogy mit gondolsz, mit fogok ebből főzni. Ecet, étolaj, hát ez egy jó kis saláta dressingnek az alapanyagai, de nem látom itt az öltségeket, szóval attól tartok, hogy valami másra készül. Valami turpisság van a dologban, így van, nem is kínozlak, hanem megmondom, hogy desszert már készült, akkor mi kell még egy ünnepi asztalra, egy asztaldísz. Most egy ilyen kémiás asztaldíszt fogok készíteni ezekből a hozzávalókból. Ilyen mérőhenger mindenkinek van otthon, ha esetleg utánam akarják csinálni, és hát olaj, ecet, ételfesték, szóda bikarbóna, szintén ez mind a konyhából való dolog. Bele szórunk egy adag szóda bikarbónát az aljára. Látom, pontosan kimérted ezt is. Szokás szerint, természetesen. Igen. Majd jön az olaj. Milligram pontosan ez, igen, is kimérve. Egyébként te olajat használsz szívesebben a főzéshez, vagy zsírt? Hát meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy a zsírt jobban szeretem, bár tudom, hogy az olajat kéne jobban szeretnem. Én nem vagyok ebben 100%-ig biztos. Na kérlek, nyugtass meg, mesélj nekem. Igen, hát ugye időről időre változik a táplálkozás tudomány, és igen, most szerintem pontosan egy ilyen változás idejét éljük. Mindenki azt gondolta, hogy az olaj mennyivel egészségesebb, tele van telítetlen zsírsavakkal, nincs akkora energiatartalma. Hát az a helyzet, hogy mostanában egyre inkább az látszik, hogy az olajban lévő telítetlen zsírsavak, azok nem feltétlenül a legjobbak számunkra. Ugye van omega 3 és omega 6 zsírsav, és ezeknek a megfelelő arányát kellene biztosítani. Most ha túl sok növényi és túl kevés állati zsírdékot veszünk magunkhoz, akkor ez az omega 3, omega 6 arány elcsúszik. Akkor én nagyon egészségesen érkezem. Szerintem te eléggé, ebből a szempontból legalábbis. Az a lényeg, hogy olyan zsírokat válasszunk, amiben nagy a telítetlen zsírsavaknak az aránya, mondjuk kacsazsír, libazsír, hogy hívják ezt az ilyen magyar betömöttorú malacot? Mangalica? Mangalica, így van. A mangalica az való tényleg jobb, mint az angol sertésnek a zsírja? Abszolút. Egyébként ez borzasztó egyszerű letesztelni. Kiteszed az asztalra egy darab mangalicazsírt, egy darab ilyen rózsaszín konnektor orrú jószágnak a zsírját, és megnézed, hogy melyik olvad meg hamarabb. Aha. És minél több a telítetlenség, annál alacsonyabb az olvadáspont. Értem. Tehát akkor, hogyha ilyen folyósá válik a zsír, bár nehezebb kezelni, de akkor az, ami nekem jó. Mindenképpen egészségesen jó. Hát, na már nem hiába keltem fel. És nem hiába klikkeltetek rá, látjátok akkor erre az adásra. Na visszatérünk akkor, most ehhez az asztaldíszhez jó lesz az olaj, ezt nem fogjuk elfogyasztani, kis pohárkába teszünk egy kis ecetet. Igen. És hozzá öntünk kék ételfestéket. Mondom kék. Ugye kék? Ez kék. És ez? Hát inkább ilyen kékes zöldnek látom. Én is annak látom.
Hát most felfedeztük azt, hogy az ételfesték másra is jó, de ezt most éppen mindig látja. Ugye a savas közegben megváltoztatta a színét, kékről zöldre. Aha, akkor hogyha ezt vízbe oldanám fel, akkor az... Akkor kék színű lenne, igen. Hozol egy... Ezt ki kell próbálni. Jó, várjál, adok. De mondani bárki mondhat bármit. Adok neked egy ugyanilyen kis poharat, hogy a kísérleti körülmények teljesen azonosak legyenek. Na. És akkor adom az ételfestéket. Öntsem én. Persze. Az előbb is töltötte, de is tényleg. És tényleg, nem tudom a kamera mennyire látja, de érezhetően más. Hát ez tényleg kék, ez pedig zöld. Ja, mit tudok én miért? Ugye? Hát... És micsoda öröm volt, amikor ezt egészen véletlenül föl észrevettem, hogy ez igen. És akkor most már csak annyit csinálunk, hogy öntünk egy kicsit ebből a most akkor zöldre festett ecetből az olajba. Ugye az ecet vizes oldalt nagyobb a sűrűsége, mint az olajé, lemegy szépen az aljára, és a már látott módon a szódabikarbonával reagálni kezd, ahogy elmegy a savasság, visszaképül a színezék. Tényleg. És ahogy a keletkező széndioxid buborékok rárakódnak a cseppnek a falára, lecsökkentik a sűrűségét, felszalad a tetejére, itt majd előbb-utóbb lemegy róla a széndioxid, és akkor újra elindul lefelé. De jó, itt lehet is látni, mert van néhány lefelé áramló. Utaznak fölfelé, lefelé, amelyiknek a felületén sok a széndioxid, annak az átlagos sűrűsége lecsökken, az felfele megy, fent le, megy róla a széndioxid, és akkor megnő a sűrűség, az pedig elindul vissza lefelé. Hát ennek segítségével akár egy felhőmodellt is elő lehet állítani, mert ott is az, hogy a pici cseppecskék föl leköröznek, hát előjön az emberből a tanult szakmája. Lehet, hogy minden néző tudja, de én úgy meteorológus vagyok. Igen, és hát a természettudományokban ez a szép, hogy mindig mindegyik ott van. Kezdjük egy technikai részlettel. Igen. Kapcsoljuk a kupa, a gáz, majdnem azt mondtam, a fűzőlapot, és a kupának a szeletét azt úgy állítom, hogy a kupából a túlnyomásos gőz jöjjön ki. A biztonság kedvéért azért, ilyenkor mindig úgy szoktuk csinálni, hogy betesszük a vízcsap alá, hogy ne csapódjon a gőz, ehhez kell egy gőzsiget előre. Most már a gőz nem fog problémát okozni. Az a kérdés, hogy milyen lesz a hús. Kinyithatjuk a kukat, a kuktat tetejét, és megtörténk bele, elkészít a hús. Érdemes közelről, hogy bekamerázzuk. Igen, és lehet azt, hogy itt egy fúrmát. Igen, ez pont. Pont. Kétkezésre alkalmas lesz. Nézzük is, hogy mit sikerült a vegyész módszerrel megtalálkozni. És rájön a takarat. És ez is pont megtalált. Hát hölgyeim és uraim, én azt gondolom, hogy most eredményt hirdetek. Kémia, fizika, 1-1. Döntetlen. Hát nagyjából ugyanannyi idő alatt a fizika segítségével ugyanannyira lehetett megpróbítani, mint a kémia segítségével. Hát hogyha van otthon kukta, akkor ne legyetek restek használni. Hogyha nincsen, vagy szabad tűzön főztek, akkor legyen mindig a zsebetekben egy kis szódabikarbóna, mert ezek szerint jól jön. De ez az étel még nincs kész. Most újra alágyújtok, ugyanis most jön a hab a tortára. Méghozzá a vörösbor, ugye? Nem tudom, tanárulok, mi hogy vagytok vele, én nagyon szeretek borral főzni, és hogyha marad, akkor a végén szoktam az ételbe. A pohárból szeretem. Hát ugye a szakács könyvekben le van írva, 5 deci bor kell az ételhez, 2 a fazékba, 3 a szakácsba. Így van. Így van. Na most van ez a téves gondolat, vagy téves ilyen nézet, hogy az ételbe a rosszabb minőségű bort is bele lehet tenni.
Én azt mondom, hogy ha igazán jó ételt akarunk készíteni, akkor jó minőségű alapanyagokkal dolgozunk. És nem szabad sajnálni a jó minőségű vörösbort se, főleg egy ilyen finom marhaborköltől, tehát ez kérlek erősíts meg, hogy illat alapján. Ez... Pohárból szívesebben szagolnám, de így sem rossz. Igen, hát akkor... Jó is jó volt, használjuk. Akkor mehet egy kis vörösbor, mind a két hazékba. Hagyjuk egy picit még. Azért most látszott, hogy a meteorológus az valójában légkörfizikus. Hát egy kicsit oda húzott a szíved. Igen, de tudod mit? Hogy ne vádolja senki részrehallásra, mivel nagyjából egyszerre fűszereztünk. Mivel egyszerre puhult meg a kettő, azért most ezt a kettőt összekeverem. Nagyon helyes. És együtt fogjuk majd elfogyasztani ezt a remek körköltet. Kedves tanárok, én nagyon szépen köszönöm nektek a segítséget. Azt hiszem, hogy ettől puritánokból már nem lehet kitálalni egy pörköltet, de azért ne felejtsük el, hogy mi most egy laboratóriumban vagyunk. Tehát itt nyilván nem is illik ilyen terülterű asztalkába csinálni, ezt is demonstrálja ez a kis egyszerű eszköz. De azért természetesen nem fog elmaradni a kóstolás. Én nagyon szépen köszönöm nektek ezt a rengeteg hasznos információt. Én úgy gondolom, hogy ettől több tudományt egy ilyen egyszerűnek mondható ételből, mint a marhapörkölt már nem lehet beletenni. Nagyon jól éreztem magam veletek, és remélem a kedves nézők is jó szórakoztak. Tartsatok velünk legközelebb is, és nézzétek a többi részt. Sziasztok, minden jót! Wow.